Köszönöm a lehetőséget, és üdvözlök mindenkit itt a konferencián. Először, mielőtt a sztereofotókat megnéznénk, azért Posztocki Károlyról csak röviden egy pár szót mondanék, hogy aki részletesebben szeretné, majd mindenképpen olvassa el a tablót, tehát ott hátul a kiállítóteremben látható. Ugye Posztocki Károly 1882-ben született Rácalmáson, földbirtokos. Nem sokat tudunk a gyerekkoráról, felsőbb iskoláit ugye a Budapesti Műszaki Egyetemen végezte, és hát ugye a tanulmányait elég hamar be kellett fejezni, mert édesapja súlyos betegsége miatt át kellett venni a birtokának az ügyek irányítását. De hát a csillagászat mindig is érdeklődött. Ugye 1908-ban megvásárolja a 127/1450-es Rheinfelden Helter refraktort, hogy ami most tatán a fő műszer, legalábbis a kupolában van most már nagyobb távcsövünk. De hát ugye talán, hogy miért is kezdett el foglalkozni csillagászattal, ugye itt szintén ugye majd meg kell említeni Konkoli Tege Miklóst, és ugye 1915-re építi fel a csillagdáját, és vásárol meg még több műszert, és 1915-től végez rendszeres csillagászati megfigyeléseket. Ugye hát az indíték, tehát ugye ő, ahogy leírja, folyamatosan érdeklődött az égbolt iránt, de hát ugye a Stella folyóiratban leírja a csillagdája felépítését, milyen műszereket használt, és ott ugye szépen leírja ezt is, hogy kis csillagdám alapításának indítókai voltak, az állandó érdeklődés a csillagászat tudománya iránt, a nagy univerzum csodálata, és azok a szép napok, miket kedves öreg barátom, Konkoli Miklós, oly szép gyallai csillagdáján töltöttem. Ugye azt még tudni kell, hogy Konkoli Tege Miklósnak volt itt az ő birtoka mellett, tehát Erdőtagyos mellett Nagy Tagyoson birtoka, tehát szomszédok voltak, tehát ugye ismerhette, tehát ahol találkozhattak. Habár sokkal fiatalabb volt Posztocki Károly Konkoli Tege Miklósnál. Ugye nem csak csillagászati megfigyeléseket végez, de hát ugye a csillagászat volt az egyik, ugye 1923-tól a Stella Csillagászati Egyesület tagja, a Stella folyóiratban publikál a csillagdáját, amatőr csillagászati műszerekről megfigyeli, tehát hogy milyen műszereket használnak, és emiatt 1929-ben az Astronomische Gesellschaft tagjai közé választja. A csillagászati megfigyelések mellett ugye 1906-tól 1962 lényegében haláláig meteorológiai megfigyeléseket végez, és hát a rendszeres meteorológiai megfigyeléseiért 1950-ben megkapja a hegyfoki kabos emlékérmet, tehát a meteorológiai megfigyelése. Ugye 1950-ben, mint földbirtokos azért ugye nem mindenki kapott bármilyen érmet, inkább ugye vigyáznia kellett magára. Ugye 1963-ban hal meg környén, és 63 után a csillagászati műszereit a feleségétől, a családtól megvásárolja a megyei tanács, és hát 1973-ra épül meg tatán a csillagvizsgáló, és ezek a műszerek a csillagdába kerülnek. Ezeknek a műszereknek a nagy része, tehát egy kisebb része a családnál marad, de Posztocki Iván, tehát a fia halála után a családja, illetve unokája, Posztocki Mária és családja megkereste a csillagdát, ez most már 5 éve, hogy van egy pár olyan műszer, illetve nem tudtuk pontosan, hogy mit fognak a csillagdába hozni, de több műszert hoztak, tehát meglepődtünk, de most ugye nem akarok ezen a listán végigmenni. A sok minden között, amit kaptunk egy ilyen fa dobozt, ugye először nem tudtuk, hogy mi van benne, és ugye amikor kinyitottuk, akkor azt láttuk, hogy ebbe sztereofotográfiák vannak, és ugye amit még kaptunk pluszban a családtól, az a fényképezőgép is, ami hozzánk került, az most itt a kiállításban is megtekinthető. Ez egy Gaumont Stereo Speedo fényképezőgép. Nem csak sztereó, hanem panorámaképeket is lehet vele készíteni. Ugye a képformátum az 6x13 cm, illetve a sztereó képet csinálunk, ugye akkor 6x, hát nincs teljesen 6,5, mert van egy kis elválasztó. Ugye többféle optikával készült ez, ami ide került hozzánk, ez egy Carl Zeiss Protari 1.9-es fényerővel, 75 mm-es fókusszal. Az záridő az 1.55-től 1.120 másodpercig állítható.
nem lehet pontosan tudni, mert ezt nem skálázták be a fényképezőgépen, a leírások alapján, amit találtam a neten, ezt írják. Ugye fa váza van a fényképezőknek, 12 darabos kapacitású kazetta, és ugye sztereó és panoráma képként is használható, tehát eltolható az egész eleje, és akkor csak az egyik objektív kerül a fényképezőgép elé. Később elolvastam a leírását is, itt Posztocki Károly azt írja, hogy ne nagyon tologassuk, mert hát eléggé macerás, de hát addigra én már eltoltam és lefényképeztem így, úgyhogy... De nem lett semmi baj a fényképezőgépnek. Természetesen, hogy a sztereó képeket meg tudjuk nézni, ahhoz kell egy sztereó néző is. Ugye ez, mivel papírlapra készültek ezek a felvételek, tehát nem jöhet számításba, hogy hátulról átvilágítják ezeket, hanem egy olyan sztereónézőt használnak, ugye ez is itt van, ez a sztereónéző, hogy a teteje az felbillenthető, és ott van tükör, amivel hát ugye fény felé kell fordítani, és ez biztosítja a felvételek részére a megvilágítást. Hát a felvételek, ami hozzánk került, ez körülbelül ilyen 150-160 felvétel, nem számoltam meg pontosan, ugye 12 ilyen kis papír doboz van, és ezekben 15-20 felvétel nem egyformán került a dobozba, és ugye a sztereó felvételeket látjuk, ugye két felvétel készült, és minden fotónak, vagy minden felvételnek a hátuljára gondosan rá került. Ez még nem sztereó, úgyhogy nem kell a szemüveget használni, illetve sztereó, csak még a szemüveg nem jó hozzá, hogy ez adta egy vásári jelenet, és 1933. január 1-től. Tehát ezek a felvételek, ha megnézzük a dobozban, nagyjából 1931-től kezdődően, ilyen 1959-es felvételek is vannak. Hogy meg tudjuk nézni, ahhoz ugye mindenkinek kellene akkor egy-egy ilyen dia, meg néző hozzá, hát azt nem tudjuk biztosítani, de hát megpróbáltuk úgy, hogy készítettünk belőle ilyen anaglif sztereó képeket. Nem tudom, hogy itt most vetítve mennyire jól látszik, illetve hátrébb. Ugye hát először mi az, amit lefényképez, tehát jaj, még annyit a fényképezőgép, hogy 1901-től 1930-ig gyártották ezt a fényképezőgépet ugye Párizsban, és hát ő akkor még hosszú évekig használta. És hát először mit fotóz le az ember, amikor megvan a fényképezőgépe, természetesen otthon a környezetét, ugye ez az egyik dolgozó szobájának egy részlete. Ugye láthatunk itt mikroszkópot, távcsövet, zebleféle kvadránst, és hát, hogyha majd a csillagdába fölmegyünk, ugye ezekkel a bútorokkal is találkozhatunk. Hát ugye egy másik részlet a kúriájából, ugye, ami egy ilyen folyosó, ami összeköti az ebédlőt, és dolgozószobát, és még valamit, azt nem sikerült elolvastam. Most a feliratokat nem vetítem, hogy mi látható, mert némelyiket elég nehéz elolvasni, vagy legalábbis egy kicsit kell próbálkozni. Ha megnézte mindenki, akkor mennék a következő képre, tehát ugye egy kicsit azért, hogyha, mert nem mindenkinek jutott, akkor a szomszédnak át kell egy kicsit adni, hogy ők is meg tudják nézni. Jó? Tehát, hogyha megnéztem mindenki, maximum nem vetítem le az összes képet, de... Időben vagyok. Jó, akkor jó, csak már mondom, kicsit csúszás. Akkor lassan mondom. Akkor nem sietek. Jó, rendben. Mert nem néztem az órát, vagy úgyis integetsz. Jó, majd ha megnéztem mindenki, akkor... Mehet tovább? Jó, oké. Okay. Hát azért ugye kúria kell egy konyha is, tehát hiába van akármilyen jó épület és mindenféle szuper műszerekkel meg bútorok, a konyha az fontos. Ugye egy korabeli konyha, ez a Posztocki Károlynak, a erdőtagyosi kúriájának a konyhája. Ugye petróleum világítással, sparhelt, épített, illetve talán ott oldalt van valami már ezek a modernebbek, ami mondjuk modernebbnek mindegy. Tehát ez a hagyományos fémből készült. És hát azért szerencsére lefényképezte a csillagdáját is. Majd hát lesz belülről is egy felvétel a távcsőről. Ugye, hát nagyon hasonlít például, amit láttunk itt az előbb, hogy Gotthard Jenőné a passzásházhoz, hogy ez, hogy volt-e valami kapcsolat, ezt nem tudom, hasonlít. Tehát ugye itt is természetesen ebben az oldal épületben itt egy passzás műszer kapott helyet, ez most ugye szintén itt van a Tatai csillagdába,
az a zsalugáteres ablak, az teljesen a tetőn keresztül és még a másik oldalon is folytatódik. Tehát ugye, ha az idő, pontos időt szerette volna meghatározni, akkor azért legyen lehetőség mindenféle irányból megfelelő csillagot találni a pontos idő meghatározás. A betonoszlop, ami ott bal oldalon látható, az most, hát hogy ez egy pár darab került a környei református, nem tudom, hogy nem az református, nem. Mindegy. Oké. A környei templom bejáratához, és hát még ott vannak némelyik már elég rossz állapotban. Ezekre a, mondjuk a meteoroszkópot helyezte, és hát ugye meteorológiával is foglalkozott, egy kis meteorológiai bódé benne a műszerekkel, háttérben ugye esőmérő, itt szintén van egy oszlop, és a baloldali fa épületben ott található a Fritsch távcső, ugye 3,5 incses, ugye ez kerekeken legurítható volt a távcsőről, alatt egy kis betonplacon, ugye a távcsövet ezt nem kellett mozgatni, és hát nagyjából tudjuk a pontos helyét. Mondta, hogy távcsövet nem kell mozgatni, a bódé az legurítható volt a távcső fölül, úgyhogy így, hogyha sikerült pontosan, tehát ugye amit a sarokban látunk itt távcsövet, tehát ez a távcső volt ebben a bódéban. De hát nem csak a birtokát fényképe, ez a felvétel ugye a távcsőről, ez nem teljesen jó. Ez nem teljesen jó, mert az egyik felvétel az nagyon homályos volt, de azért megpróbáltam készíteni belőle egy sztereóképet. A távcső az úgy nagyjából, de az oszlop az biztosan nem, már nem térhatású, tehát nem sztereókép. Látszik az, hogy egy kicsit jobban fel volt szerelve, mint ahogy most nálunk a csillagdában van. Ki volt egy kis elektromos hálózat építve a csillagdába, és akkor kis lámpákat használt, akkor az óragépnél, hogyha már a súly leereszkedett, és hogy nehogy az előforduljon, hogy hát fotóz, és nem veszi észre, hogy az óragép nem jár, akkor egy kis kapcsolót működtetett, ami egy kis csengetéssel jelezte, hogy vissza kell emelni a súlyt az óragépnél. Ugye ezek nálunk most már nincsenek a távcsövön, egy kis óra, de a lényeg a távcső, a tengelykereszt, az oszlop, az óragép, ugye az megtalálható. És hát üzemképes, tehát működik a távcső, tehát tudunk vele bemutatót tartani. És hát a legközelebbi város Erdő Tagyoshoz, ugye Tata, ugye ez a tatai vásártér, ma a Kossuth tér, egy vásári jelenet éppen, hogy vásárolnak a vásárban. A posta az még mindig ugyanaz, ott a háttérben az a tatai posta, és rosszabbul néz ki, mint ezen a képen. Talán annyi, hogy eltűnt a távíró vezetékeknek, meg a telefonnak az a nagy tartó szerkezet, ma már ugye optikai kábel futha, nem tudom mi megy a postára, de rosszabb állapotban van, ezt merem állítani. Ugye Tata, szintén ez a Nepomuk Szent János szobor, hát nem tudom, ha kinézünk az ablakon, azt lehet, hogy nem látjuk, mert eltakarják a fák. Ugye ez itt rögtön itt a vár árok mellett, tehát itt van a lefolyója az Általérnek. Ez még Tata. Éppen egy kicsit arrébb van Tata és Tóváros határa, mert ugye amikor ő ezeket a felvételeket készítette, akkor Tata Tóváros, hát lehet, hogy már egy, nem tudom, éppen mennyi, 33, ez 38, akkor még külön volt, mert ez, ha jól emlékszem, ez a felvétel 33-ban készült. És ugye, hát ez már Tóváros, ugye ez a kapucinus templom, hát ezen a képen nem nagyon látszik, van egy napóra, most, hogyha valaki elsétál majd arra, akkor láthatja. Ezek, ugye azok a részletek, amit még itt a... Sőt, még van egy felvétel, majd később is majd esetleg fönn a csillagdában meg lehet nézni ezeket a felvételeket. És hát Tata azért híres a vizeiről, ugye a nagy tó, Cseketó és nagyon sok forrás volt Tatán. Most már ismét újból visszatért a források vize, mert az 50-es években a Tatabányán a mélyművelési bányák miatt nagyon sok vizet kellett kiemelni, és hát elapadtak a tatai források, ez az angyal forrás. Még ott ez a forrás nem tért vissza, de talán 1-2 év és akkor visszatér,
Persze a hozam az eleinte valószínűleg nem lesz ilyen nagy, mint amikor még ez a felvétel készült, ez is ilyen 1933 környékén készült ez a felvétel. És hát ugye, hát ő azért utazgatott, nem fogom az összes képet, de hát azért Budapest, ugye a királyi palota, a vár Tabán felől nézve. És ugye ez is még 1932-ben készült ez a felvétel. És hát a belső, tehát a királyi palota belső részeiről is készített felvételeket, ez a lépcsőház. Ugye szerintem ezen elég jól érződik ez a térhatás, mondjuk az, hogy mozgatja a húzat a vetítővásznat, ezt nem tudom, hogy mennyire zavar. Tehát mozgóképet is készített Osztoczky Károly. Így van. Tehát így már senki sem láthatja. Térhatásban biztos nem. Ugye felvételeket természetesen lehet találni erről a belső térről. Ez a várkápolna, akkor még a Szent Jobbot itt őrizték, tehát arról készült ez a felvétel. Ez úgy tudom, hogy nem semmisült meg ez a mozaik itt a háttérben, azt talán Veszprémbe vitték, ha jól tudom. És akkor még egy terem a királyi palotából, ez a büféterem. Nálunk csak egy asztal van. Hát lassan ez is üres lesz. Ugye még azért annyi, hogy a tudomásunk szerint legalábbis, amit sikerült Osztoczky Károlyról kideríteni, készített azért csillagászati felvételeket is, de sajnos azokból semmi nem maradt meg, valószínűleg a II. Világháború folyamán megsemmisültek vagy elvesztek. De hát szerencsére azért valami került hozzánk. Ez egy cserkész találkozó, 1933-ban Gödöllőn cserkész világtalálkozó, és ez az egyiptomi területe. Ugye itt több felvétel készült erről is, tehát az összeset még nem alakítottam át ilyen anaglif képé, meg hát most nagyjából ugye itt ebben a rövid előadás folyamán sokkal többet nem is tudnék vetíteni, de hát ugye lefényképezte, tehát járt mindenfelé, tehát Párizsba, Svájcba, Rómába, hát és akkor mindenhol készített egy pár felvételt, most nem fogom végigvetíteni részint azért, mert nem is készültek még így el, de ez végül is a Szent Péter Székesegyháznak a belső tere, tehát ott is járt. Ugye Kolosseumról is van felvétel, meg nem tudom, Angyalvár, tehát több felvétel, csak ugye ezeket még át kell így alakítani, hogy bárki meg tudja nézni. Már a képeket ugye Attila szkennelte be, tehát ezek már digitalizálnak, így már valószínűleg nem fognak kifakulni, elveszni. Fakulni biztosan nem. Jó, és akkor köszönöm a figyelmet.